Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a Seven Days to Die 33. része. Több dologgal is szeretném kezdeni ezt az epizódot, ugyanis, mint látjátok, elkezdtem vetni. Az előző epizódban olyan szépen elmondtam, illetve nem az előzőben, hanem a 31. epizódban olyan szépen taglaltam, hogy mit, mivel és hogyan kell elkészíteni. Elkezdtem feltölteni, és egyszerűen megállt a töltés, és mikor újraindítottam, törlődött az egész videó. Ráadásul addigra a gépemről is eltűntek az adatok, illetve eltűntettem az adatot, mert nincsen túl nagy merevlemezem, úgyhogy kellett egy kicsit spórolnom. Így a 31. epizód az így püff, eltűnt. Pedig 45 perces volt, úgyhogy rettentően boldog voltam. Úgyhogy most kicsit össze kéne szednem a gondolatomat, hogy hol is tartottam, mert ugye a 32. epizódot pedig már feltöltöttem, ahol is nagyon gyönyörűen meghaltunk egyszer. Úgyhogy mivel este van, ezért úgy vélem még egyszer elmagyarázhatom, hogy hogy mind kell elkészíteni a farmot. Úgyhogy magamhoz is veszem a kapát, ami nem itt van, hanem itt, amit elkészítettem. Nem egy bonyolult dolog, nem kell hozzá sok minden. Itt van a Garden Hoe, kell hozzá Forged Iron, meg Wood. Craft és elkészül, és ez is építőeszköznek számít, tehát ugyanúgy zöld lett, mint az összes többi eszközöm. Tehát, itt van a mi kis gyönyörűséges farmunk, by the way, ez itt egyébként kukorica, ez itt krumpli, ez itt kávé, ez itt a sárga virág, azaz a Goldenrod, ez pedig itt a gyapot. Sajnos a piros virágot még nem lehet termeszteni, vagy nem lehet termeszteni, nem tudom, hogy a későbbiekben adódik-e erre lehetőség. Na már most. Látjátok, ez a középső föld, ahová ültettem, ez ki lett emelve, és ezt úgy tudom elérni, hogy így a kapával becélzem a földet, megjelölik egy kis kocka, és arra a picike kis kockára rányomok egy jobbagér gombot. Pup! Égyni. Ez már itt 10 kockányi, úgyhogy a többit is hozzá fogom igazítani, de már is elmagyarázom, hogy ez itt miért lesz fehér, ez pedig itt miért sötét. Ez itt terméketlen talaj lesz, tehát ha ültetni akarunk, akkor a fölkapált földbe ültetjük a dolgainkat. Ez pedig itt mellette terméketlen, tehát úgy lesz, hogy egy veteményes, egy üres, egy veteményes. Hoppá. Így mi hozzáigazítjuk szépen. Egy üres, egy veteményes. Egy üres. Ó, még engem is följebb dobott egy kicsit. Itt is egy veteményes. Egy üres, és veteményes. Egy üres. Azért nem csinálok többet, mint egy sort mindegyiknek, mert nem lesz rá szükség. Tehát nem fog olyan gyorsan fogyni az... Nem fog olyan gyorsan növekedni az éhségünk, mint amilyen gyorsan növekszik majd a növényünk. Tehát ebből én már bőven meg fog tudni élni, és többre nincs is szükség. Tehát ez lesz itt a kis farmunk. Egy kicsit hosszabban fejtettem ki a 31. részbe ezt az egész dolgot, úgyhogy most sajnálom is, hogy elveszett az anyag, elég sokat dolgoztam vele, de hát ez van, előfordulnak hibák. Ráadásul még csak nem is én tehetek róla, mert valami a YouTube-ból történt, ugyanis csak 15-ére sikerült elindítani a feltöltést, és akkor is csak így sikerült, úgyhogy igen. Megszívtuk. Na de... Ez már veszett fejszennyele, minden esetre kész van a veteményesünk. Egyébként abban a videóban más nem is csináltam, csak megcsináltam ezt a kis kertet, és elmentem az airdropért, továbbá felszedtem némi követ útközben, és beszélgettem veletek arról, hogy nagyjából mennyi betonra lesz szükségünk, hogy ezeket itt meg az egész épületet felfejlesszük, bár ezt a felső részt ezt meg akarom hagyni fának, mert szerintem stílusosabb. Továbbá... Megemlítettem, hogy szeretnék még rengeteg fát összeszedni, ugyanis elfogyott az összes tartalékfánk. Másrészt pedig a maradék követ valószínűleg kőbalta gyártására fogom felhasználni, ugyanis szeretném fölküzdeni a eszközöknek a szintjét is kékre. Itt látjátok, még van, jó sok van hátra, úgyhogy egyelőre nem is iszok a medve bőrére. Előre. Hoppá. Ja, a másik pedig, hogy megszereltem a
robogót, mert ugye, mint láttátok az előző részben meghaltam, és a robogó is megégett egy kicsit, úgyhogy az is meg lett szerelve. Ha jól emlékszem, összesen ennyi volt, amit tettem, és mégis képes voltam elhúzni 45 percig, úgyhogy lehet, hogy megszabadultatok egy unalmas epizódtól, de azért sajnálom, hogy fölöslegesen dolgoztam vele. Mert szívesen csinálom, ha látjátok a végeredményt, de ha nem látjátok a végeredményt, akkor igazából teljesen lényegtelen. Hát nem volt elég francba. Itt, opá, csinálat. Itt van még egy kis crash cement. Azt hiszem készül hozzá cement, így is van. Elkészült. Ezt magamhoz veszem, és elkészítjük a maradék konkrét mixet, amennyit csak tudunk. Nagyon jó. Úgyhogy látjátok, fa is és kő is fog kelleni megint a kőboltáknak a gyártásához. Jobban örültem volna, hogyha látjátok, hogy felszerem ezeket a cuccokat, de sajnos nem adott rá lehetőség. Megsütjük azt a maradék kis sonkás tojást, aztán szerintem többet már nem is lesz szükségünk a sonkás tojásra, ugyanis hogyha már elkezdenek növekedni a kukoricáink meg a krumpliaink, akkor lehet majd húslevest készíteni, ami sokkal jobb. Ugyanis még a sonkás tojás 0,1 wellness-t ad, ha jól emlékszem. Nem, egyet ad. Wow, akkor mennyit ad a húsleves? Nézzük csak meg gyorsan. Nem, ez a zöldség. Mit stű? Azt így meg se tudom nézni, elfelejtettem. De legalább akkor kettőt. Tehát biztos vagyok benne, hogy többet ad, mint a sima. Sokás tojás. Jaj, elnézést. Nemrég ébredtem meg. Kész is. Wow. Na, lássuk, hogy is vagyunk. Egész jól állunk, úgyhogy egyelőre nem esszük meg. Viszont hozunk egy kis vizet a folyóról. Mint látjátok, viszonylagos bátorsággal és biztonságban mászkálok ki már a búvóhelyemről. Azt kell mondjam, egész jó helyet választottunk a bunkerunknak. Egyedül azt sajnálom, hogy túl közel vagyunk ahhoz a barkácsbolthoz, így nem respawnol benne a cucc. Igazából ez az egyetlen, amiért nem ajánlom nektek ezt a helyet, hogyha esetleg arra betemettek, hogy ti is egy teljesen önálló épületet húzzatok föl elsőre. Mint látjátok, volt vele nehézségem, tehát aki teljesen új a játékban, annak mindenképpen azt ajánlom, hogy próbálj meg egy házat fortifikálni először, és csak utána saját épületet építeni. Mert több macerával jár ez a saját épület, mint egy ház megerősítése. Az még nagyba készül. Úgyhogy egyelőre kivárok. Ezt is még be kell itt betonozni. Ez itt kimaradt az életünkből. Úgyhogy magamhoz is veszem. Így. Ja, tényleg. Egy kis vas is kárba vész ilyenkor, de nincs mit tenni, nem akarom kibontani. Túl sok macera lenne. Annyi, belefért. Úgyis van még két stack vasunk. Mondjuk az el is fog menni arra, hogy körbetűskézzem ezt az egészet, de részletkérdés. Jaj. Úgy nyúlik a szám, mint aki nem aludt este pedig, de... De ez a füllet nyári meleg, ez kikészít. Nem a gamereknek való, esküszöm. Na szóval. Nézzük meg, mennyi kőbaltát tudunk legyártani. Hát egy 30-at legalább. Ilyen is készítem gyorsan.
aztán majd megépítjük oda is, meg oda is reflektort, hogy szépen teljesen telibe világítsa itt is, meg ott is a területet. Így a kert teljesen be lesz világítva. Továbbá akarok oda is, a sarokba is majd az őrtornyra egyet, ami befele néz, így ez a része is meg lesz világítva a dolgoknak. Nem akarok túl sok gyertyát kihelyezni, mert lagot okoz. De ha kellene, akkor még ide is tennék. Úgy jól lássunk. Na, egész hamar megszilárdult. Lassan elkészülnek itt a dolgaink. Tele van az inventory. Már is. Hát szépen fogjuk a kis. Látjátok, annyi kőbaltát legyártottam, és csak 320-ig kúszott föl 315-ről. Úgyhogy igen, most már nagyon sokat kell vele dolgozni. De legalább növekszik a toolsmithing. Közben nézzük meg, hogy... ez a fránya fixer már nagyon kéne. Továbbá workbench-et is meg kéne már venni. Van 44 pontom. Scavenging 50 és 60. Mostanában annyit nem lootulunk, mint amennyit kéne. És Miner 69-er is jó lenne. Nehéz döntés, nehéz döntés. De mivel van egy csomó kincsünk, ezért, hogy egy kicsit izgalmasabbat éljük a dolgokat. Treasure Hunter. 5 kockányi rádi, 5 kockányi területre csökkentettük le a kincsnek a megtalálási lehetőségét, és még maradt 14 pontunk, úgyhogy amondó vagyok, hogy kivárom a hajnalt, illetve nem is. Az a baj, hogy ugye az a kincs, amit legutóbb megnyitottunk, az a fővárosban van. És ott csak pisztolyjal érdemes lemenni. Taylor Treasure Map. Nézzük csak ezt. Egyni. Elvileg most már kettő kincset kéne jelölni, a második itt van. Hát akkor próbáljunk vele szerencsét, én azt mondom. És hogy elejét vegyük a szerencsétlen eseményeknek. Magamhoz veszek egy magnót. Lőszerem ugyan nem sok van hozzá. De... hát ha megteszi. Égyni. Igazából örülnék, hogyha lehetne hangtompítót is gyártani a játékba, és nem is értem, hogy eddig miért nem... miért nem találták ki a fejlesztők. Égyni. Szerintem átmenjünk a túloldalra, és követve ezt az utat elindulunk. Jó, megszokott bug. Mire odaérünk, szerintem ki is, ránk is hajnalodik. Dyersville, arra vagyunk. Nem lát, nem játszik az út, annyira fényes ez a dög. És jól emlékszem, akkor erre. Így van. És egészen végigkövetjük ezt az utat. Ásót nem hoztam, basszus. Még lehet, hogy szükség lesz rá. Na mindegy. Ugyanis a kincs lehet föld alatt, vagy falba építve, meg egyéb ilyen trükkös frankó helyeken. Na, már megint megégett terület. Nem szívlelem nagyon. Az előző rész tanulságából okulva. Mindenki sprintel. Megjött a helyi vagánycsával a motorral. Elég furcsák még ezek a fényefektek. Nem mondom, hogy csúnyák, de érdekesek, tehát alfához méltóan érdekesek.
Lassan közeledünk. Hopp, hopp, hopp. Zombination. Kicsit fel is pörgött a gépem valami miatt. És az a sejtésem, hogy ez pont föld alatti kincs. Aminek nem nagyon tudok örülni. És ráadásul az útról is letértem. Bakker. Ajjaj. Nem baj, itt elvileg befelé vezet egy út. Így van. Uff. Kicsit megállt az ütő, hogy... hogy... Ajjaj. Ajjaj, ez a gyárba lesz bent. Oda már pedig nem tudok bemenni éjjel. Ráadásul rendőr zombi. Ó, bassza meg. Ez itt lesz a gyárba. Bakker! Ajajaj. Na jó. Kicsit változtatunk a terven. Egyelőre... Idekint maradunk. Fölszedünk némi követ. Addig bányászunk, amíg ránk nem hajnalodik. Remélve, hogy senki nem fog minket megtalálni. És amint kihajnalodott, bemegyünk és megszerezzük a kincset. De akkor ezek szerint ez nem föld alatti kincs lesz, hanem valahol bent a épület belsejébe lesz majd megtalálható. Izgalmas! Épületben lévő kincset még nem bányáztam. És nem szedtem föl. Na, ez nem is rossz. Három vas. Nem is rossz nyersanyag forrás ez, hogyha az embernek már zöld csákánya van. Együttéssel... Ez mi volt? Crushed sand? Wow! Ezt nem tudtam, hogy ebből az a típusú földből jön egy kis zúzott homok. Ez új! Nagy tessék, tanultunk ma is egy új dolgot. Ezen a leomlott sziklás területen crushed sandre lehet szert tenni. Már csak azért is jó, mert követ is, és crushed sandet is kapok, tehát már csak a cement az, amit le kell gyártani. És látjátok, együttésből viszi a zöld csákány, tehát... húha! Lehet, hogy ide fogunk jönni farmolni? A beton érdekében? Nem rossz. Ez egyáltalán nem rossz. Ráadásul nem is ad keveset, már is 76 darab van belőle. És még vasra is szeret letenni. Oké, azt hiszem hivatalosan is kijelenthetem, hogy ez a terület remek. Ilyen szempontból, hogy homokot is lehet találni, betont is lehet találni, vasat is lehet találni. Igazából csak egy jó csákány kell ide. Kék csákányom lenne, akkor ezeket a köveket is 6 ütésből szedném, nem pedig 9-ből. Még jobb. Nagyon jó, ezek is adnak 10 követ. Igazából ide be kéne szaladni egyszer fúróval is, csak úgy randomra lövöldözni vele is. Még úgy is egy csomó nyersanyagra lehetne szert tenni. Kíváncsi vagyok, hogy ez ad-e valamit. 1200 értelé van, akkor nem küzdködök vele. De ez tök jó, ez egy érdekes dolog. Erre nem gondoltam. Igazából azt hittem, hogy ez csak sima kő meg föld. Úgy látszik, zúzott homok is van benne. Hát ha végül is belegondolunk, akkor logikus, mert ez ugyanis így, ez a lebombázott, leromosított terület. És hát ugye a épületek is betonból vannak, és ugye a beton, ugye miből készítjük? Crushed sandből, meg cementből, meg ilyesmiből. Na, azt hiszem ránk hajnalodott. Úgyhogy... IPI okáé. Amúgy torony. Volt egy merész gondolatom annó egyszer, hogy ebbe a toronyba fogok bázist építeni. Körülbelül addig jutott, amikor az egész kócerája nyakamba omlott. Nem mondtam, hogy hurrá. Sőt, inkább az ellentétjét. Wow! Szervusz! Kösz, hogy beugrottál! Jesus, a frászt hoztad rám!
Mennyből a zombi? Anyádat. Au! Au! Adja békén! Váltsa a fegyvert! Jézus, és meg is fertőzött. A kurva szájá. Már elnézést. Aztán ez is fentről jött akkor ezek szerint. Antibiotikumot nekem. Az az igazság, hogy... Hogy gyorsan körbe kell nézni oda bent, mert ugye a zombik elsődlegesen támadják a robbanóhordókat, és van majd egy csomó robbanóhordó, amit szeretnék megszerezni. Nem is szeretek oda bemenni, mert félek, hogy egyszer csak rám borul az egész. Oké. Rossz találat. Kipkop! Halló? Ó, elvagytok még az ajtóval egy kicsit. Semmi. Na jó, gyerekek, kicsit besegítek. Hoppá. Parti van! Keep cop, motherfucker! Azt ezt nem így kellett volna. Ez igen! Ez epic volt. Jumpscare átértelmezése. Ó, ez nagyon messzire ment. Na, jó van, nem pazaroljuk el, ez kell a fordanapra. Nem félsz ki? Öcsém. De a fejjel. Egész sok kaját találtunk náluk. Az igen. Pörgőforgó halál. Elvileg ez is talált, de nem nagyon hatott meg a dolgot. Dolog. Hát nem gondoltam volna, hogy ilyen izgalmas lesz a kincskeresés. Ezt el is fogyasszuk, hogy ne foglalja itt a helyünket. Hú, és én szomjas vagyok. Érdekes. Megyünk. Még egyet kéne. Az igen. Szerintem, hogy gyógyszertől lettem ennyire szomjas. Na, de haladjunk is akkor. Benzines hordókat gyorsan föl. Még mielőtt valamelyik vicces kedvűnek eszébe jutna szétcseszni. Oh, vitamins. Oh yeah. Lassan, de biztosan visszacsepegtetjük a wellness-t az emberünk életébe. Hát csak járat. Hordó? Oké. Okay. Játszik nálunk. Pase balle sapka. Nézzük, hol is van ez a kincs. Elvileg jó helyen járunk. Van egy olyan érzésem, hogy ez valahol fölöttünk lesz. Ráadásul az ajtó nyitva is van. Futunk még oda bent egy pár kört, mert láttam, hogy van még itt... Hordó! Gyorsan, gyorsan. Azt hiszem 1000 gázolaj van egy hordóba, de nem vagyok benne biztos. Nem akarok hülyeséget mondani. Kék ledördaszter. Nagyon jó. Otthon már van egy narancssárga, meg van egy kék ballonkabát. De ilyenünk még nincsen kék, úgyhogy most már ez is van. Jó, hát akkor vegyük fölfelé az irányt. Hordót kerestem, de nem volt. Még följebb. Au. De sipol a fülem, atyavilág. Carfilter. Hát ezt nem használjuk fel aknának, úgyhogy bontjuk. Brown shirt.
Ah, a barna nem az én színem. Hol van vajon a kincs? Vajon fából van, vagy fából van? Na, a macskám már megint morog. Ilyenek mindig akkor jön rá az agybaj, mikor elkezdek videót fölvenni. Az előző részt is végig morogtam, még jó, hogy nem is hallottátok. Igen, rólad van szó, Zita. Ne fetrengj. Onnan potyogtak a zombik valószínűleg. Szokásos szendvics. Oh my lord! Puff! Kicsit olyan volt, hogy belett volna slow motion özve. Awesome. Ebből kell még csinálnom néhányat, ez marha jó. A láthatatlan nővé legendája. Vagy valami hasonló fantázia cím. Green Buffer. Hopp! Beragadtam. Hey! Azt a szívós mindenedet. Tessék, adok még egy szendvicset, csak hagyjál békét. Na. Megrongálták az asztalt. Elég csúnyán. Biztos beszólt nekik, hogy valami hasonló. Nem, az enyém jobb. Tuti tip, hogyha ruhára van szükségetek, nézegessétek a lezárt mik ezek öltöző szekrényeket. Látszik, még mindig nem ott vagyunk, ahol a kincs. Egyébként garantálom, hogy nem lesz benne semmi extra körülbelül. De azért megszerezzük, hogy ebben is részletek legyen, ha már az előző videó valamilyen fantasztikusokból kifolyólag elcsesződött. Tettő. Nem ugrok le, mert akkor nem tudok visszamászni. Nincs nálam frame, pedig megfogadtam, hogy viszek magammal legközelebb, ha megyek valahova. Jó, még arrább van egy kicsivel. De itt már nagyon mozog, úgyhogy valahol itt kell, hogy legyen. Szerintem a tetőn lesz, ha engem kérdeztek. Egy szem kaszinó tokennek, köszönöm. Csak scrappelni való. Igazán jöhetne valami kék vagy lila póló. Mármint minőségileg. Ez nem lenne egy nagy elkényeztetés a játék részéről felém. Oké, hát akkor keresünk egy kiáratot a tetőre. Szerintem ott lesz. Körülbelül biztos vagyok benne. Egyébként egy olyan chestet kell elképzelni, tehát olyan dobozkát kell elképzelni, mint amit én is gyártok mindig a kidobandó cuccoknak. Tudjátok, mikor gyártok kőbaltát. Ez új. Work stiff harder dobozka. Of course, ez üres. Eltűnt a kincs. Az meg mi a búbánat? Itt meg van egy lyuk. Oké, tévedtem. Tehát a kincs még arrább van. És nem ide fönt. Hurrá, ha. Még majdnem biztos voltam benne. De nem. Nem. Nem baj, bejöttünk néhány olajos hordóért. Már ez is megérte. De nem itt van a kincs. Pedig szinte biztos voltam benne. Teljes mértékben, de... bocsánat. Empty. Nincs tuker. Nem így gondoltam a kék pólót, már mondtam. Oké, tele az invi.
Semmi gond. Szabadítunk föl még helyet? Valaki már ötyög? Parkour! Hopp, másik irány. Hardcore parkour. Hagyjatok kimenni. Köszönöm. Futi, 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 futi. Futi, 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 futi. Ó, oh, nem áll. És kijutottunk. Hát akkor nem is idézek tovább itt, hogyha nem itt van a kincs, hanem haladok tovább. Most már mindenképpen meg akarom találni. Lekapcsoljuk a... Állj. Őj rá a motorra, kérlek. Őj rá, mert hülyén nézel ki. Apapapapa, acsi, 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 acsi. Aj. Hello, és viszlát. Green football helmet. Ah, zöld shotgun stack. Ezt visszük. Nos. Mint láthattátok, az előbb elkezdett bőszen villogni a történet. Az azt jelenti, valahol itt lesz a föld alatt. A jó hír, hogy ezt lehet törni csákánnyal. Hurrá! Úgyhogy valahol itt lesz. Valószínűleg... Aha. Te piszok. Ó, jaj. Jöttök még párat. Pontosan 153-an. Márpedig ezt én most itt összeszedem, öcsém. Nem fogtok megállítani. Nem vagyunk annyira zsúfolt környezetben, hogy ne tudjam legyűrni ezt a pár zombit. Mi van? Ó, oh, te még élsz? Anya. Kicsit sok a HP-tok, nem? Ha csak én célzok nagyon bénán. Na azért. Oké. Okay. Lássunk tovább. Itt. Ez kétszer is jó nekünk. Egyrészt a homok és a kő miatt, másrészt a kincs miatt. Remélem ténylegesen megtalálom. Nem csak szivatom magam itt az ásogatásra. Egyébként ennél mélyebbre nem is kell menni. Tehát 2-3 mélyen szoktak lenni elvileg. De mivel domboldalban vagyunk, ezért nem tudom, hogy most ez számít-e. Sajnos ennél pontosabban nem lehet megjelölni a kincseknek a helyét. Miért nem csinálok ostobaságot? Mit mondtam, meg akartam nézni a falat, hát ha... Közismert bányászási módszer volt egyébként a fa alól kiütni a földet, és akkor a fa eldőlt magától. Na ez most már kivitelezhetetlen, mert akkor automatikusan a fát ütjük. Itt már nem is villog nekünk a jelzés, hogy itt a kincs, úgyhogy ez már egy kicsit arrébb is van, mint kéne. Hát igen, ez egy kicsit időigényes. De egyből észre lehet venni a ládát, tehát ha megvan, akkor megvan. Csak itt ugye kicsit zavaros a föld, úgyhogy hát, hogy picit zavaró lesz. Meglátjuk majd, meglátjátok. Remélem legalábbis. Athletics? Mitől? Egy helybe állok és csákányozok. Mindegy. I take it.
És itt már nem villog a kincs, úgyhogy ez az a csík, amiben még dolgozni kell. És már itt se. Úgyhogy ez a kis kocka. Egész szép kis exkavációt csináltam ide. Hát akkor ezek szintén még egy kicsit lejjebb kéne ásni. Na, itt van alatta a zöld föld. Ezt nem is tudtam. Ideig még sose kezdtem el ásni ilyen területen. És nem is lesz a kedvenc elfoglaltságom, ahogy így elnézem. Főként, hogy nem is fogja megérni az egész, majd figyeljétek meg. Semmi extra vagáns cucc nem lesz elvileg kincses ládában. Aha, elvileg megtaláljuk, de most már nem adom föl, hogyha ennyit kiástam. Tele vagyok. Oké. Okay. Scrap, scrap, scrap. És whoop! Az igen, 99 kőhelyvert már a földön. Egyelőre még mindig semmi. Nem szeretek domboldalon ásni, mert nem tudom, hogy... Hoppá! Meg is van. Kicsit körbeásom, hogy lássátok, hogy mi az, amit keresni kell majd. A treasure chest. Ez az. Ennyi. Tehát tulajdonképpen... Oké, a herbal antibiotikum. Jó, vegyük azt, hogy megérte. Tehát a... Ez tényleg egy nem egy rossz cucc, de ugye Enforcer már megvan, ez a Magnum. Sniper mesterlövész puskacső gagyi, mert barna. Úgyhogy láttátok, ennyire éri meg csak, hogy lehet, hogy van benne jó cucc, lehet, hogy nincs. Ez most kivételesen oké volt számomra, főleg emiatt. Wow, mennyi kő. Úgyhogy mondjuk azt, hogy összességében véve megérte, ugye? Úgyhogy ez egy kincses térkép volt. Megpróbálok beosonni a fővárosba azért a másik... Op, másik térképért. Vagy másik kincsért. Hát ha... Közben... Felszabadítok némi helyet a... Az invertorimba. Mondjuk, hogy... Megvagyunk. Egy. Shotgun stock mehet. Ez is mehet. Ez is mehet. Na. Hajrá. Király. Hát ha sikerül most ezt a kincset valahogy összeszedni. Motorral nem megyek be. Tehát itt Gravestown-nak a kapujában megállok. Szépen. Beparkolunk, hogy abban a pillanatban lehessen iszkirizni, amikor valami gáz van. Quick waypoint, hogy tudjuk, hogy hol a moci. Lalalala. What? És akkor megkeressük azt a kis kincset. Remélhetőleg. Eddig undetected, ami jó dolog. Ugye volt egy kis bomba mélyedés. Valószínűleg abba lesz valahol. Mivel most már 5 kockányira le van szűkítve a távolság, ezért nagyobb a valószínűség, hogy megtalálom.
Wow, shotgun shards, rövid stock, azaz vállas. Black buffer. Lila, igen, nos, most vagyok. Oh, shit, már megint a hülye villám. Most vagyok gondba. Ugyanis, igen. Shotgun, és rövid, és lila, úgyhogy többszörösen is fogalmam sincs, hogy mi legyen. Az a baj, hogy nem lehet átalakítani hosszúvá. Régen a hosszúból lehetett rövidet csinálni, tehát lefűrészeltük a sörét és puska csövét szó szerint és kész. Itt kéne valahol ásni. Tehát valahol. Itt. Atyavilág. Ennek van egy kis HP-ja. Szerintem az lesz, hogy lemegyünk. És aláásunk. Remélem nem fog rám omlani az egész kócerály. Két esélyes. Közben csönd maradok egy kicsit, mert ugye kutyák, meg zombik, meg hát ugye mégiscsak ez a főváros, úgyhogy heavy attack számítható minden irányból, illetve várható. Nagyon parázok, hogy rámomlik ez a szar. Ez meg itt még mindig beton, atya, úristen. Nem lehet, hogy ez valahol oda fönt van elrejtve. Á, kizárt, hova lenne? Nincsen semmi, ahol föl lehet dugni. Közben jött egy eldrop, de ez most igazából nem érint meg engem lelkileg. Nem akartam ennyire hosszúra nyújtani ezt a részt, de úgy gondolom, hogy ez most elnézhető. Tekintve, hogy az előző epizód valamilyen csodásokból kifolyólag nem sikerült föltölteni. Hát nem gondoltam volna, hogy pont ebből fog sok kavics összegyűlni nekem. És kiukadtunk. És itt már nem is. Itt esedékes a kincs. Az a baj, hogy ez valószínűleg a betonba lesz benne. És mivel a betonnak 1500 életereje van, ezért ez egy macera lesz, mire kiássuk, basszus. Basszus. Igen, mintha már mondtam volna. Hát teszek egy próbát, de még érek semmit. Ez itt nagyon kétesélyes, hogy megtalálom. Ha fúróm lenne, akkor gyorsan végigrágnám magam a betonon, de így kicseszett lassú. Ó! Oké! Oké, és herbál antibiotikum. Nem baj, adjunk a Science-hez egyet. Ez egy nagyon szutyok kincs volt. Hozzáteszem. Visszatérünk a motorra. Motorhoz, aztán pedig Iskiri haza. Két kincses térkép egy nap alatt szerintem nem egy rossz végeredmény. Az airdrop az most nagyon nem tud érdekelni, ugyanis biztos, hogy nincs benne semmi extra cucc, ami úgy igazából jó lenne nekünk. Amit viszont még megtehetnénk gyorsan. Ez egy shotgun messzaja? Azám. Úgy emlékszem, szomjasak vagyunk. Oh yeah. Eszünk is egyet. Mi lenne, hogy ezt meglátogatnánk? Csak a rendkedvéért. Ha már lilát tudtam lootolni, akkor esetleg...
esetleg valami jobbra is futja. Gyorsan átnézzük. Oh my god! Lőszerhegyek. Hui! Jó, ez nem fontos. Hol az üres üveg? Az se fontos. Eltesszük. Ezekben úgyse lesz semmi extra. Max egy kis kaja, de ugye ahol már gondom nincsen. Pedig az elején mekkora élelmiszer hiányban voltunk, emlékszetek? Úgy rohangáltam, mint a mérgezett egér. Ah, narancsárga. Ezt úgy, hogy ez is. Oké. Semmi, jó. Gyorsan a dobozokat fölnyessük. Hunting Rifle. Csicskaság, csicskaság, csicskaság. Oké, ez eddig szuper. Üres üveg nem játszik. Mondom, üres üveg nem játszik. Hát akkor haladjunk innen arrafele. Rocket Launcher. Ez tré. Hopp, ezt még átnézzük. Semmi jó. Olyan nem jó. Semmi. Üres sor. Really? Azt értem én, hogy nem akarják elhalmozni a játékos lúttal, de... harmadik, negyedik üres láda után, ami ráadásul le van zárva. Tehát ebbe kell, hogy legyen valami. Csodás. Igen, ez fantasztikus volt. Hát amiben elvileg értelmének kéne, hogy legyen benne valami, mert máskülönben nem lenne lezárva. Tehát a lezárt ládák üresek. Én ezt nem értem. Tehát a logikát azt így baszhatjuk tulajdonképpen. Ami azért elég nagy gáz egy logikus játék szempontjából szerintem. De mindegy, ez az én véleményem. Úgy váltogatom itt az eszközöket, mint a... ah, nincs is kedvem végigmondani a monologot ilyen trail út után. Rocket Launcher Schematic. No. Akkor ezt elvileg tudjuk. Scrap. Pistol parts. Tegyük el. Jó. Ez a sörétes puska a tus, ez egy kicsit csodás talál. Really? Jó van. Adjuk. Hunting Rifle szar. Mármint ez a cső, nem maga a puska az elvileg jó. Jó, ez megint csak gyenge. Hopp. Egy kis ólomnak való. Ezt átnéztük. Ezek annyira nem lényegesek. Ez még ami érdekel, ami ide bent van. Elvileg oda át. Ó, ez kő. Volt. Nem tudom mi értelme, hogy itt van, de legyen. Shotgun? Shotgun, igen. Oké. Okay. Scrap. Scrap. Lehet, hogy lesz egy zöld shotgununk, gyerekek. Bup. Semmi érdemleges. És akkor még egy gun safe-ünk van hátra. Viszonylag... biztonságosan lootoltuk itt a fővárosi shotgun messzáját, aminek örülök. És két kincset is megtaláltunk, ami igazából mondjuk, hogy jó találat. És összeszedtünk egy csomó követ, amire azért valljuk be szükségünk van, mert hát ugye körbe akarjuk betonozni a félvilágot magunknak. És egy valak, tré. Egy csomó fadarab tulajdonképpen, ami a gun safe-ben volt. Hát ennyi fért bele a mai epizódunkba. Én szerintem gyorsan visszarongyolok a mocihoz, aztán fölpatonok rá és meg se állok hazáig. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem a következő részben is így tesztek. Addig is kitartás, srácok, és sziasztok!